senki nem fogja tudni, csak aki most ma itt volt velünk, a születi, legenda születésén, hogy Cságon Leinád vajon milyen figura lesz, de senki nem tudja, majd csak ti. Készült az első Mugger Gamer póló. Mugger Gamer! Puff. Kis kávé maradékot megiszom. És a következő a helyzet. Ez a játék, hát egy olyan játék, ami legendás, ikonikus, fantasztikus. Ez az, amire minden szerepjátékot és fantasyt kedvelő ember nagyon vár, hogy egyszer legyen egy nyílt világ, ahol össze-vissza kalandozhat. És gyakorlatilag ez az első olyan játék számomra, ami grafikában is, meg úgy mindenhogyan, a sztoriát nem tudom végig, tehát arról nem nyilatkoznék, de alapvetően szinte megcsinálta azt a maximumot, amit várunk, beleértve itt a harcrendszert is. A szintét azért mondom, mert nekem az Oblivion világa, illetve az Elder Scrolls világa egy-két helyen sántít, és hogy is mondja, olyan gyerekes, na. De nagyon jó az egész, igazi fantasy, igazi jó mese. Sajnálom, hogy nem a Witcher szintű világa van, ahol azért egy életszagú fantasyt kaphatunk. Ez néha, tehát engem a macska fejű emberek, a kígyó fejű izék, azok kihoznak. Én nem azt mondom, hogy ne legyen benne ilyen néha-néha feltűnik, de mikor már városok, meg ilyen seregek vannak cica fejből, az már egy kicsit olyan. De ez még egyszer mondom, ez csak az én problémám, ez nem ledegradálása valaminek, mert alapvetően meg egy nagy részletes világa van, jó lenne elolvasni hozzá mindent, de hát először a földünk történelmét szeretném megtanulni részletesen, mert sose fogom, mert mindig elfelejtem a felét, amit elolvastam, de mindegy, és utána neki menni annak, hogy a cica fiúk azok honnan jöttek elő, meg a gyíkarcok, de ettől függetlenül nagyon jó volt. És most ezt a nagyon jó játékot el fogjuk kezdeni. Nem követem el azt a hibát, amit a Witchernél megcsináltam, hogy folytatom azt a karakteremet, akit már megépítettem, és már jó sokat haladtam mondjuk a játékban benne, hanem egy teljesen új karaktert fogunk együtt csinálni, méghozzá egy olyan karaktert, ami a ti ötleteitek alapján fog elkészülni, de csak az olyan ötleteket fogom magamba szívni, amivel egyé tudok válni, tehát macska fejűt, meg gyík fejűt nem fogunk csinálni, és most nem a saját fejünkre formáljuk a karaktert, hanem megformálunk egy fejet, ami megmarad. Isten hozott mindenkit a Skyrim világában, ez ráadásul magyarul lesz, úgyhogy még én is érteni fogom, és valószínűleg ti is. És a tekercsek jövendőlének fekete szárnyait az hidegnek. Mik eljőnek, midőn a fivérek háborúba menetelnek. Alduin Bethesda Game Studios presents The Elder Scrolls 5 Skyrim SteelSeries. Oh, elnézést. Levágták a lábam. Szevasztok. Nem akarok meghalni! Nem akarok meghalni, rohadjatok meg! Nem csináltam semmit! Jó, tegnap előtt berúgtam, de az már a múlté! Ki? Ja, én? Állj meg! Kezdődik a Bingy Time! Bingy Time, hölgyeim és uraim! Itt a lehetőség kitalálni, hogy ki vagyok. Ickes! The Mystery Face Game! Egy északi viking vagy sötét elf, gonosz, mint az ördög, vagy ragada keze, egy tolvaj, aragóniai, nem akarok gyíkarsz lenni. Csatakiáltás erővel megfutamítják ellenfeleiket.
Ez szerintem menni fog. Sötét elf az ilyen gonosz nevetések, sunyogás, bérgyilkolás, kispengék. Ezt el tudom képzelni, ez a ennyenye, ez a csak hogy mutatom, hogy kinek milyen hangja van. Nem eself, nem kell cicafi. Ez ilyesmi, ez nem annyira kell, erdei elf. Nem. Büszkék hátra a bretonok, a sárkánybőr erővel képesek elszívni a varázslatok erejét. Legyen ez akármi is, nem hangzik rosszul. Birodalmi, a birodalmi az végül is a római birodalom egy erős harcosa, akinek a tekintete mindig előre néz, akinek az álla mindig le van szegve, és mindig fölfele néz, és elképesztően bátor, és átmegy mindenen, de ha kell, akkor elcsavarodhat jobbra, meg balra is, meg lehet befolyásolni kicsit. Jól van, legyen sötétebb, bár azzal nem lehet suttyózni. Az egy ilyen gonosz lett, de az is lehet, hogy jó lesz. Akkor viszont marad ő, akinek ilyen hangja lesz végig. És segjük szájjal fog beszélni, jó lesz így? Ezt akartátok, ezt keltettétek valóra. Akkor mindig így fogok majd beszélni, ha kell. És nem a viking lesz, aki lebassza a fejeket, és rezsű módjára szankatja szét őket, hanem egy ilyen figura. Jó. Csak, várjál, itt azért el lehet veszni. Mi ez a szag? Mi ez a szag? Arcsont színe? Mit szopattok? Arcsont színe? Nevető ráncok egy sötét elfen? Nyakszíne? A nyakszínek? A fasz érdekel a nyakszíne. Átment rajta a bicikli. Jaj, Kata! Most akkor csináltok új heget, átment rajta a bicikli. Tényleg olyan egy kicsit. Kígyó végigmászta az arcát. Bőrtónusa ugye van a sötét, meg ez a világos, ilyen világos lesz tömege. Szemformája. Azért itt mélyen ülőbb is lesz. Az biztos, hogy ha már elfek leszünk, akkor rendkívül elegánsak leszünk. Egy elegáns bérgyilkos. Nemes vonásokkal. Kész. Befejezted és elnevezed a karakteremet? Oké. Na most a neve. Redoráni Mogács? Aha. Tetya, Zacskó, gyere ide. Sima Béla, Tímár Mihály, Mester. Szerintem most ilyen rekordot dönt a chat, hogy hány ember ír rá, mert ez elképesztő, de legalább találnék egyet, ami megfog, de hogy lehet ennyi fasságot beírni egy, ami még talán szellemes is lehet, de ne pipa fasz, meg mit tudom, jó, mondjuk pipa fasz pont nem volt, de akár az is lehetett volna. Megvan, mi lesz az én neve. A reggomot megtartjuk, és nekem, amikor hosszú hajam volt, és vízi szörnyeset játszottunk, akkor volt egy becenevem, a Hanyistók. Nem tudom, tudjátok-e a Hanyistók. Nézzetek utána, nagyon jó karakter. Reggom Hanyistók. Hanyistók története 1749. márciusában kapuvári halászok a hansági királytó egyik mocsaras részén egy 8-10 év körüli fiút fogtak el. A kifogott lény egy elveszett, de valamilyen módon a tó körüli vízi világban életben maradt és elvadult árva gyermek volt. Beszédképtelen, teljesen vad gyermek, a korabeli leírások szerint tökéletesen alkalmazkodott a lápi élethez. Mesztelen volt, bőre kéregszerű, megvastagodott, testét szőrborította, ujjai között kezdetleges bőrhártya feszült. Szemtanúk szerint a víz alatt úszva is képes volt megfogni a halakat. Tehát egy vízi szörny és ember keverék volt, de a Hanyistók név amúgy is elég jó. Dogács Mániel? Vagy Cságom Leinád? Cságom Leinád? Az a nevem fordítva. Úgy látszik, hogy a Cságom Leinád lesz belőle. Senki nem fogja tudni, csak aki most, ma itt volt velünk, a legenda születésén, hogy Cságom Leinád vajon milyen figura lesz, de senki nem tudja majd, csak ti. Be se ért. Most már beértek a kezek.
most már beértek, figyeljetek oda nagyon. Most már jönnek a kezek, látjátok, hogy beértek? Még kicsit visszérpúzom. Mert mindjárt vége, még ha behajlítom a kezem, akkor kicsi időt tudok spórolni neki, de ez nem szokás. Jó, még ennyire be tudom hajlítani, mindjárt vége van. Mindjárt, jó, még ezt lehajlítom, úgy, mindjárt vége van. Jó, most még ezt így visszahajlítom, és a szavazást ezennel most ebben a pillanatban lezárom. Kész. Cságom Leinád. Sicsuty. Kiválasztottuk a nevét, de jó munkához idő kell, gyerekek. Oh, ha. Vérszagot érzek. Én elmondhatom, mert mosolygok, barátom. Ha! Nem akarok meghalni! Nemes vagyok, halljátok! Rengeteg pénze van az apámnak! Hé! Hey! Te vagy a sötétebb, menjél! Ha rám mersz ütni azzal a csatabárdal, tökörúglak. Itt nem lehet. Ó! Csár rohadék! Nem baj, én bírom a tüzet! Nemes vagyok, még egyszer mondom! Nemes vagyok. Nem találom még a hangom. Jaj, még most születek meg. Oj, gonosz legyek, vagy jó tevő, ilyen fejjel szerinted lehetek jó ember? Nézd már rám. Oh. Jaj. Jaj. A nemes testem leesett, a nemes testem. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Elfáradtál, hát ez nem volt csak gyerekek. Kettő ütésesek vagyunk egyelőre. Azt is saját magunkat ütjük ki. Na, jó van, alig látszik. Alig játszik, hogy én vagyok. Gyakorlatilag úgy nézünk ki, mint egy élő volt. De nem az vagyok. Nincsen valami cuccotok, várjatok már, várjál már. Viharköppenyes katona, viharköppenyes ruha. Leszedjek valamit, hogy hagyjuk a francba, meneküljünk, ugye? Igen. Igen, Mouse V. Erre még emlékszem. Készen állunk az utazásra, barátaim. De az, hogy így nézünk ki, még nem azt jelenti, hogy nem a szeretet útját járjuk, az majd kiderül. Ó, már nehezebb egy fokkal. De egy profinak semmi nem jelent gondot. Gyerünk! Ja? Kár, hogy hülyék vagyunk, amellett, hogy profik, mert nem erre kellett volna menni. Na, gyerünk. Kijutottunk. Újra szabadok vagyunk. Freedom! De csak halkan mondom. Ó, az anyád. Az anyád. Erre nem számítottunk. Lehet, hogy rosszul érzem magam. Lehet, hogy most szöktem ki, de Leinád mindig harcra kész. Emlékszik még a régi fogásokra. Ó, oda néz. Csapda, mi? Az anyátokat. Azt hittétek egy sötét elfet. Át tudtok venni egy ilyen fonállal? Olyan feszült leszek, hogy talán még az ivást is abba adjom egyszer. Hát barátom, ezt beszoptad. Na gyere! Hát most elkaptuk. Most meg megint. Úgyné. És eddig még nem haltam meg, hozzáteszem. Pedig kijöttem csóri seggel. Itt vagyok. És még élek. A halálom az a halálom lesz. A halálom az a halálom lesz. Ezüst csóva, szikrák, villámsebzés, ősapa dühe, apuci dühös. Van apuci dühössége, gyerekek. Azt tudjátok, mit jelent? A büdös kurva világot az bassza meg! Igen. Egy nótára azért rágyújtunk, nem? Egy elf nótára. Megyen már a három és ribanc anyád lefelé. Szép sötét éjszaka, elfeknek az otthona. Én gonosz lehetek, ha ránézek a fejetekre, de azt hihetitek, hogy... Magas hegyek között? Hol a tenger, hupikék, ott laknak ők a sötét elfék. Szemük piros vagy épp fehér,
Megállj, te dög! Aztán szétrugom az állkapcsodat! Hát hogy? Elment az eszed? Nem bántok senkit. Hé, nyugi. Oké, akkor bántok. Jó, akkor mondjátok azt, hogy bántok. De ha elkergettek, tényleg bántani fogok, csak úgy szólok. Szóval te bandita vagy. Viszont én barátkozni jöttem. És ha nem fogadjátok el a felkérésemet a barátságra, akkor grófságom Leinád! Lemészárolja ezt az egész pereputyot úgy, ahogy van. Jó, magaslati pontra megyünk. Jaj! Sosem menj föl háttal egy lépcsőn. Akkor itt viszont már csak egy lehetőség van, hogy bemegyünk, igaz? Hoppá! Cica fiú! Na! Erről ennyi. Egy bajom van, hogy... És ez nem tudom miért van, mert én nem így emlékszem a Skyrimre, hogy súnyint egyet a levegőbe, mint ahogy az előbb láthattátok, el se ér, de bekapom a sebzést, és én is úgy sebzek neki, hogy el se érem. Hű, passzódj meg, te is itt vagy. Az anyátok, passza! Smit! Ezt túlvállaltuk, be kell ismerjem. Azért a harcrendszer az nem mai gyerek, az azon érződik, de most már megcsinálom ezt akkor is, hogy rohadjanak meg, hol van. Gyere ide! Szétcsapok mindenki, nem fog itt lopakodni, meg szarakodni. Hol vagytok? Kiskolsz a varázslatoddal, meg minden szemeteddel együtt. Gyere ide, gyere, nem azt fogadnak gyógyerőt. Nem az semmiféle gyógyerőt. Így. Életbölcsességet kértetek az erőd elfoglalásával kapcsolatban, helyesebben Edem. Az erőd kövekből álló nagy szerkezet. Benne vannak kisgyermekek. Ha észrevesznek, megnőnek, fejedben forralt bort főznek. Viszont ha suttyomba mész tova, mindegyik a föld alá kerül. Az lesz az otthon. Régi Akvír mondás. Azért az ork az még mindig erős gyerek, hát de itt kell betanulni ugye, hogy aztán később ne legyenek problémáink, de ameddig vannak problémáink, addig megyek előre. Hé, hey, faszfej, varázsló! Itt vagyok, gyere ide! Ennyi voltál, most már kitanulom a mesterséget, és utána szétkapom az összeset. Föl fog idegesíteni. Na gyere! Hát így valóban könnyebb. Miért nem mondtátok, hogy az ősapa dühet? Senki nem mondja. Az ősapa dühe! Most már működik, te hülye! Gyere! Gyertek elő! Menj csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Hopp! Ott van a célpont. Ó, jó napot! Én csak azért vagyok itt, hogy... Na, passzódj meg! Te kurva! Első bérgyilkos küldetésünk. Sikerrel járt. Végre. Végre. Fölavattuk magunkat. Hol az apád? Alszik mi? Kelj föl, paraszt! Lovat vennék. Got one all saddled if you've got the coin. Ez az arany. Tessék. Then come back when you've got that much. Ez mennyire megalázó volt. Na talán a váltságdíjat. Ha megkapom, akkor végre nyugalmunk lesz. Végre lesz lovam. És végre férfiként létezhetek. Hát gyerekek, azért ezt a játékot én szerintem úgy kell végigvinni, hogy kivesézzük, ha már egyszer nekiestünk. Succeeded this, and
you'll be rewarded. Whiterun will be in your debt. Az jó, nagy uram. Szeretem az adósokat. Főleg behajtani. Mindenkit meg lehet ülni, csak kicsit veszélyes. A vérdíj miatt jöttem. You've done us a great service. Here is your reward. 100 aranyat? 100 aranyat, mikor 1001 ló? Föl fognak idegesíteni. Vajon ki lesz ebből a figurából, és merre viszi a sorsa? Vajon olyan gonosz lesz, mint az ábrázata, vagy éppenséggel jó? Ezt csak akkor tudhatjuk meg, hogyha tovább tartotok velem ezen az úton, amit most megkezdtünk.